Ők olyan 120 kilósok lehetnek. 120-130 körül vannak. A szibéri, meg bengáli tigrisünk. Hát olyan... A maláj tigrist figyelik a Nyíregyházi Állatpark dolgozói. A tigrisekhez képest kicsi, de erős állatok. Szándokán a másfél éves hím még csak pofozgatja a nyers húst, meg kell szoknia új helyét. Berlinből érkezett a sóstói állatkertbe. Társát, a 8 éves nőstényt is fára akasztott hússal csalogatják ki a kifutóba. Rejla még kicsit félénkebb. Először csak barátkozik a környezettel, aztán kezd falatozni. A Nyíregyházi Állatparkban a két tigris egyelőre külön kifutóba került. Ez nem jelent számunkra problémát, magányos állatokról van szó, majd tavasszal a tenyészidőszakban szeretnénk összeengedni őket, de lehet, hogy nem is őket fogjuk összeengedni, hanem nagyobb terveink is vannak, hiszen mivel Európában mindösszesen 20 egyedél nagyon fontosnak tartjuk a genetikai frissítést, így maláj állatkertből fog majd hozzánk érkezni két újabb állat. A maláj tigris a világ egyik legritkább tigris alfaja, a szabadban is egyre kevesebb lelhető fel. Az 1950-es években a becslések szerint még 5000 élt vadon, ma viszont már csak 450-500. A drasztikus csökkenés oka az orvadászat, mivel még ma is igény van a tigris testrészekre, amiket a tradicionális kínai gyógyászatban alkalmaznak.